Hiába hirdetett zéró toleranciát az antiszemitizmusra a miniszterelnök, a Mazsihisz felmérése szerint a közéletben kifejezetten gyakorivá vált az antiszemita beszéd és a gyűlöletkeltés. Ezzel együtt Magyarország jobb helyzetben van az antiszemitizmus szempontjából, mint Európa más országai, jelentette ki Helyszer András. Le kell szögezni, hogy félelmek ugyan vannak Magyarországon, de Magyarországon ma nincs olyan antiszemitizmus, amiből mindez direkt módon következne. Magyarország jobb helyzetben van az antiszemitizmus szempontjából, mint Európa más országai, jelentette ki a Mazsihisz elnöke egy a témáról szóló budapesti sajtótájékoztatón. Az antiszemita incidenseket vizsgáló friss felmérés szerint fizikai erőszakot szinte senkinek nem kell elszenvednie zsidó származása miatt, ám így is sokszor előfordul a nyilvános gyűlöletbeszéd, népszerűek a különböző összeesküvés elméletek, és a közéletben is gyakoribbá váltak az antiszemita nyilatkozatok az elmúlt évben. Ez alatt azt értjük, azokat az eseteket értjük, amik nem minősülnek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek, ugyanakkor mégis az antiszemitizmus normalizálódásához járulnak hozzá a közéletben. A tanulmány készítői közéleti antiszemitizmusnak nevezik azt is, amikor például a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója Soros György gázkamrájának nevezi Európát, de aggályosnak tartják a Soros György személyét érintő sorozatos kormányzati kampányokat is. A Medián felmérése alapján a megkérdezettek 30%-a úgy gondolja, hogy a zsidóknak túl nagy befolyásuk van, titkos társaságokon keresztül uralják a politikai és a gazdasági életet, illetve tisztességtelen eszközök révén érvényesülnek. Számomra egyik legriasztóbb az, hogy a numerus clausust idéző állítással 23% ért egyet. Ez úgy szólt, hogy bizonyos foglalkozási területeken korlátozni kellene a zsidók számát. Hát ez 23% szerintem azért ez sokkoló. A közvéleménykutatók szerint még mindig a szélső jobboldali közösségekben és a Mi Hazánk mozgalom rendezvényein a leggyakoribb az antiszemitizmus, ugyanakkor a világjárvány okozta bizonytalanság sokakban felerősítette az indulatokat.